Köszöntöm a nézőket, Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkban. A mai alkalommal dr. Herke Csongor egyetemi docens előadásából megtudhatjuk, mi is az a vádalku, illetve a megállapodásnak milyen formái vannak a büntető és polgári eljárás jogban. Bővítse ismereteit velünk! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot és a televízió nézőit egyaránt. Az előadásomat egy rövid filmbejátszással fogom kezdeni. Megvádolom azzal, hogy szolgálat közben marihuána hatása alatt állt. Ha bevallja bűnösségét, 30 napi elzárást javasolok Zsolt megvonással. Csak hogy oregano volt már, a 10 dollár ára oregano. De a védenced azt hitte marihuána. A védenced idióta, de azt nem tiltja a törvény. Keffi, nekem is vannak főnökeim, ahogy neked is. Vádat fogok emelni. Mert ételizesítő volt nála. Keffi. Dave, hajlandó vagyok segíteni rajtad. Ha be akarod csukatni, javaslom, hogy ejtsék el a vádat. Elutasítják. Egy frászt! De ha mégis elutasítanák, kérvényezni fogom az anyag törvényszéki szakértői vizsgálatát a tárgyalás előtt. Aztán pedig panaszt teszek az előzetes fogvatartás miatt. Te pedig a következő negyed évet papírmunkám töltheted egy zacskó másodosztályú étkezési oregano miatt. Na mi lesz? Ezt fogd meg! Súlyos szabálysértés, 20 napi elzárás. Enyhe szabálysértés, 2 heti kedvezmény megvonás. Jöhet! Nem is tudom, miért megyek bele. Mert sokkal okosabb vagy a korodnál. Az itt látott filmbejátszás nyilván egy kicsit túlzó, mint minden film, azonban elég jól mutatja a különbséget az amerikai igazságszolgáltatás és a kontinentális, és így a magyar igazságszolgáltatás között is. Az amerikai igazságszolgáltatás alapvetően a vádalkura épül. Ez azt jelenti, hogy az ügyeknek egyes felmérések szerint 96-97, más felmérések szerint 95%-át ehhez hasonló körülmények között, nyilván elsősorban irodákban, de valóban a védő és az ügyész megállapodása alapján döntik el. Míg Magyarországon tulajdonképpen még százalékos kimutatás sem lehet a vádalkúhoz hasonló intézmények vonatkozásában. Az itt látható ábra tulajdonképpen azt jelzi, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, illetve Magyarországon is, hogyha feltételezzük, hogy a nyomozó hatóságok ugyanolyan alapossággal járnak el, tehát ugyanannyi ideig tart mondjuk egy bűncselekmény felderítése, ami szintén nem közel sem biztos, de hogyha ezt feltételezzük, tehát magyarul a felderítés szaka, amit pirossal jeleztünk, nagyjából ugyanolyan hosszú is. Magyarországon a nyomozási eljárás túlnyomó részét az úgynevezett vizsgálati szak tölti ki, amikor a nyomozó hatóság részletesen kihallgatja a terheltet, kihallgatja a tanúkat, beszerzi a szakvéleményt, minden bizonyítékot, amit lehetséges, tehát egy részletes, alapos bizonyítási eljárást folytat le, míg az amerikai jogban láthatóan vizsgálati szakról szinte alig beszélhetünk, lényegében ez kimerül a vádlott kihallgatásából, tulajdonképpen azt kérdezi meg a nyomozó hatóság az ügyész közreműködésével, hogy egyáltalán bevallja-e a bűncselekmény elkövetését az a személy, akit most már megalapozottan gyanúsítnak a bűncselekmény elkövetésével. És itt válik ketté az amerikai büntetőeljárás, amikor azt mondja a terhelt, hogy bevallja, akkor az ügyész és a védő elkezdenek egyezkedni, mint láthattuk, lényegében arról, hogy milyen büntetéssel, a igen tág büntetési kereteken belül milyen büntetéssel sújtsák a terheltet. És ha ez megtörténik, akkor ezt követően a vádemelési szak is igen rövid, amit világos kékkel jelöltünk. Vád alá helyezési eljárásról is csak nagyon szűk értelemben beszélhetünk. Ugye vád esküdtszék van, amely dönt arról, hogy egyáltalán lehetséges-e akkor, hogyha esküdtszéki eljárásra kerül az ügy. Ilyenkor viszont nincsen esküdtszéki eljárás, tehát igen rövid a vád alá helyezés. És a tárgyalás maga is, hogyha vádalkus eljárásról van szó, nagyon rövid, hiszen ha beismerést elfogadja a bíróság, és nem látja úgy, hogy esetlegesen annak ténybeli alapja hiányzik, vagy pedig olyan személy ismeri be a büntetőjogi felelősségét, aki egyébként nem követte el a bűncselekményt, tehát az esetek túlnyomó részében ilyenkor egy bírósági jóváhagyással le is zárul az ügy. Nagyjából figyelembe vettem az amerikai és a magyar büntetőeljárások hosszát. Látható, hogy mire elsőfokú ítélethez eljutunk az Amerikai Egyesült Államokban, ha vádalkúval folyik az eljárás, Magyarországon még javában zajlik, sőt inkább csak alig kezdődött meg a nyomozásnak a vizsgálati szaka, és aztán ezt egy hosszadalmas eljárás követi. A büntető eljárás számos államban a szerződéses formák felé fordul el. Ennek több oka van, egyrészt a szerződéskötésre jogosult szervezetek, személyek számának jelentős megemelkedése, gondoljunk csak arra,
hogy Magyarországon 5 éve még nem volt ismert a mediációs eljárás, most már ismert, és a mediációs eljárás keretében nem csak a bűnügyekben eljáró hatóságok, hanem a mediációt lefolytató pártfogó felügyelők is olyan szerződéseket kötnek, amelyeknek, ezeknek a megállapodásoknak döntő kihatása van a büntető eljárásra. A közjogi szerződések, tehát amikor közjogi kérdésekben kötnek szerződéseket, ezeknek az általános jellemzői sokban különböznek a polgárjogi szerződésektől, ugyanis ezek közjogi jogviszonyt keletkeztetnek és közcélnak a teljesítésére irányulnak. A polgári jogban, és az ezzel összefüggően a polgári eljárás jogban, és a büntető jogban, ezzel összefüggően a büntető eljárás jogban a megállapodások egész más kategóriát képeznek. A polgári eljárásokban a rendelkezési elv érvényesül, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a felek szabadon rendelkeznek, a PTK, a polgári törvénykönyv meghatározza az egyes szerződések kereteit, meghatároz bizonyos szabályokat, amitől nem lehet eltérni, tehát például jó erkölcsbe ütköző szerződést nem lehet kötni, vagy kényszer fenyegetés alatt kötött szerződésnek is kimondja az érvénytelenségét. Azonban általában bármit meg lehet tenni szinte a polgári jogban kötött szerződéseknél, és így a polgári eljárásokban is a rendelkezési elv érvényesül. Ehhez képest a büntető eljárásokban alapvető fontosságú elv a legalitás elve, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a büntető bármilyen büntetendő cselekményt, tehát bűncselekményt követnek el, akkor főszabályként azt az államnak, az állam szerveinek üldözniük kell, a nyomozóhatóságnak ennek alapján le kell folytatni a nyomozást, az ügyésznek vádat kell emelni, a bíróságnak pedig, hogyha vádat emeltek, abban az ügyben döntenie kell. Tehát nem szabadon dönti el azt, hogy egy adott ügyben eljár vagy nem. Ez egyébként az egyik fő oka annak, hogy a magyar jogban és a kontinentális jogokban a vádalkú kevésbé, vagy illetve egyre később honosodott meg, nyilvánvalóan a szabályok változásával tették ezt lehetővé, ahhoz képest, mint például az amerikai jogban. Ugyanis az amerikai jogban az ügyészség széles diszkrecionális joga érvényesül, úgynevezett diszkrecionális vádemelésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy az ügyész szabadon dönti el, hogy egy adott ügyben emele egyáltalán vádat. Ugye ez a magyar kontinentális jogfelfogástól teljesen idegen, hogy az ügyész tudja, hogy bűncselekményt követtek el, tudja, hogy ezt kikövette el, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, mégis azt mondja, hogy nem emel vádat. Teljesen diszkreciális jogköre van az ügyésznek abban, hogy milyen cselekmények miatt emel vádat. Ezzel szemben a magyar ügyész ezt nem teheti meg, hiszen a törvény a legalitás elve alapján előírja neki, hogyha bűncselekményt követtek el, és ez tudomására jutott, akkor, és a megfelelő számú bizonyíték rendelkezésre, akkor köteles vádat emelni. Pont ez a legalitás elve a rendelkezési elvhez és a diszkrecionális vádelvhez képest az, ami akadályozhatja is a megállapodások megkötését. Ugyanígy nagy különbség a polgári eljárásjog és a büntető eljárásjog között az, hogy a polgári eljárásjogban a formális igazság elve érvényesül, a büntető eljárásjogban az anyagi igazság elve, azaz a polgári eljárásjogban arról kell dönteni a bíróságnak, amit a felperes, alperes előterjeszt, tehát a keresetről, kereseti kérelemről, illetve az azzal szemben esetlegesen előterjesztett viszontkeresetről kell döntenie, és még ha észleli is, hogy nem ez lenne a helyes döntés, kamat járna mondjuk az adott pénzkövetelés után, de nem kér a felperes kamatot, akkor nem ítélhet meg kamatot a bíróság, mert nem az anyagi igazság, hanem a formális igazság elvét kell követnie, tehát a kereseti kérelmekről kell döntenie. Ehhez képest a büntető eljárásokban az anyagi igazság elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk egy adott személy súlyos testi sértést követ el, tehát 8 napon túl gyógyul a sértett sérülése, akkor hiába mondja azt mondjuk az ügyész, hogy ő csak könnyű testi sértés miatt emelne vádat, mert az is igaz, hogy 8 napon belül is gyógyult, meg még azon túl is, tehát tulajdonképpen magába foglalja a súlyos testi sértés a könnyű testi sértést, azonban az anyagi igazság elve alapján ezt nem teheti meg, mert köteles a megfelelő minősítés alapján a bűncselekményt felderíteni. És végül a harmadik fontos kérdés, a polgári eljárásjogban a megegyezés az lehetséges a bíróságon kívül is, tehát a két peres fél egyességet köt, és ezt előterjeszti a bíróságnak, akkor ez érvényes. Addig a büntető perben ez nem lehetséges, még a közvetítői eljárásban, ahol tényleg csak a sértett és a terhelt alkudozhat a kár megtérítésről, még ebben a közvetítői eljárásban is kell a végén egy hatósági jóváhagyás, egy ügyészi vagy egy bírósági nyomozás megszüntető határozat például, vagy eljárás megszüntető határozat. Miért kell egyáltalán
ezeket a megállapodásokat és többek között a vádalkut is alkalmazni. Mik ennek a gyakorlati okai? Az egyik fő ok, amit az amerikai igazságszolgáltatása kapcsolatban is már említettem, a büntetőeljárások emelkedő száma. Minél több a büntetőeljárás, annál nehezebb ezt kezelni. A bűnügyek elintézéséből adódó nyomás is jellemző. Hát mindannyian tudjuk, hogy számos olyan bűncselekmény van, ami a közvélemény elé kerül, és ezt követően a közvélemény a minél hamarabbi felelősségre vonást kéri, minél hamarabb büntessék meg az elkövetőket, derítsék fel, kik az elkövetők, és ha felderítették, akkor a terhelteket, gyanúsítottakat, vádlottakat minél hamarabb ítéljék el. És sok esetben ez nem lehetséges, pont azért, mert annyira az előző ponthoz is visszacsatolva, annyira sok a bűnügy, hogy nem tudnak minden ügyre olyan nagy hangsúlyt fektetni sem a nyomozóhatóságok, sem az ügyészek, sem a bíróságok. És a büntetőeljárás gyorsításának a parancsa is a megállapodások mellett szól, ugyanis a nemzetközi egyességokmányok is előírják azt, hogy a tisztességes eljárásnak az egyik fő eleme az, hogy lehetőleg észszerű időtartamon belül fejeződjön be az eljárás. Ezt az egyes eseti döntésekben konkretizálta az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy mit jelent az, hogy észszerű időn belül. A büntetőeljárásnak van egy kettős szorítása ebből eredően. Egyrészt a legalitás és az officialitás elve, a legalitás ugye minden bűncselekmény kövessen büntetés, az officialitás elve pedig az, hogy minden hatóság járjon el, és jogkörében vonja felelősségre a feltételezett elkövetőket. Ez az anyagi igazság kiderítését, valamennyi releváns tény megállapítását, mindezt egy tisztességes eljárás keretében és lehetőleg az összes bizonyítási eszköz felvételével követeli meg, és ezzel ellentétes a gyors eljárás biztosítása, amelyik követelmény meg azt rója a hatóságra, hogy mindezt nagyon gyorsan csinálják meg. Tehát nyilvánvalóan ezek olyan ellentétek, amit sok esetben feloldani úgy lehet csak, hogyha kitalálunk egy olyan eljárást, ami gyors is, lehet, hogy nem annyira alapos, de megfelel a legalitás elvének. Ilyen például a vádalkú, hiszen azt feltételezi az amerikai igazságszolgáltatás, és most már, hogy bevezették Magyarországon a magyar is, hogyha a terhelt bevallja a bűncselekmény elkövetését, és egyébként a többi bizonyíték nem vall ez ellen, akkor felesleges a hosszú bizonyítás, mert ezzel, hogy időt spórolunk, ezzel más eljárásokban van lehetőség a gyorsabb felelősségre vonásra, és esetleg alaposabb felelősségre vonásra. Mi érdeke van egyáltalán a hatóságnak abban, hogy ilyen megállapodásokat és például vádalkus megállapodást kössenek? Egyrészt a már említett tehermentesítés, az eljárás gyorsítása, az úgynevezett output nyereségek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy kifelé, ez jól hangzik, hogy befejeztünk ügyeket, jogerősen lezártuk, és az elkövetőt megbüntettük. Tehát ez kifelé nyilvánvalóan jó fényt vet a hatóságra, hogyha sokkal több ügyet tud rövidebb időn belül befejezni. A tanúkról való lemondás is egy fontos nyereség. Az ítélet elfogadtatása, hogyha egy vádalkus eljárásban beismeri a terhelt a bűncselekmény elkövetését, egy olyan büntetést szabnak ki, amit ő is elfogad, akkor nagy a valószínűsége, hogy itt fellebbezésre nem kerül sor, sőt a törvény a csomó esetben ki is zárja a fellebbezést. Tehát nyilvánvalóan ez a könnyebben elfogadja az ítéletet maga a terhelt is, és kifelé is jobban elfogadják azt, hogyha hamarabb születik, akár egy kicsit enyhébb ítélet is, mint azt, hogyha évekig húzódik, és 8 év után azt halljuk, hogy lassan vádemelésre kerül sor az ügyben. És a bizonyítási nehézségeket is el lehet kerülni ezzel nyilvánvalóan. Mik a terhelt érdekei a megállapodás megkövetésében? Egyrészt egy büntetőeljárás szervezési problémákat jelent. Most ne beszéljünk arról, hogyha letartóztatásban van a terhelt, mert akkor aztán végképp problémás lehet, de még egy szabadlábon lévő terheltnek is jelen kell lenni a kihallgatásokon, kitűzik a tárgyásokat, a tárgyáson jelen kell lenni, szembesítéseken jelen kell lenni, tehát meg kell szerveznie úgy az életét, hogy a büntetőeljárás egyes cselekményein, ami sok esetben, akár összességében a több év alatt 30-40 eljárási cselekmény is lehet, ezeken részt tudjon venni. Nyilván anyagi megterhelést is jelent, és a kedvező ítélet reménye is a megállapodás felé ösztönzi a terheltet, hiszen hogyha azt mondja neki az ügyész, hogy ha beismeri a vallomást és lemond a tárgyalásról ugye hazánkban, akkor ezért cserében ő egy év vagy egy év négy hónap közötti szabadságvesztés büntetést kap, 3 vagy 4 évre felfüggesztve, akkor a terhelt már tudja azt, hogy nem fogják leültetni, mert a legrosszabb az lehet, hogy 4 évre felfüggesztik az 1 év 4 hónapot.
Másrészt azt is tudja, hogy hasonló ügyben esetlegesen súlyosabb büntetést kaphatna, hogyha végigmegy a rendes eljárás, hiszen a törvény a tárgyalásról lemondásért cserében enyhébb büntetési tételkereteket is biztosít. A védőnek is érdeke a megállapodások megkötése, hiszen ha megállapodást köt az ügyésszel a védő, akkor már hamar meg fogja tudni mondani azt a védencének, hogy nagyjából milyen büntetés várható, és ezzel tulajdonképpen hitelesebbé is válik terhet felé. Ha gyorsabban lezárul az eljárás, újabb ügyfelet tud fogadni, az újabb ügyfél újból fizet neki, tehát anyagilag is jobban jár a védő, hogyha az eljárás minél hamarabb befejeződik, és esetleg ráadásul még kedvezően, és esetleg ebben az ügyben is sikerdíjat kap. És a harmadik, amit sok védő mond, és ebben a német jogban óriási vita volt, és hát nyilvánvalóan igazából nem is vita volt, mert egységes az álláspont, hogy a különböző ügyeket összekeverő megállapodásokat viszont nem lehet elfogadni. Miből áll a megállapodás? A terhelt oldaláról egyrészt vallomás, ami általában beismerő vallomás, és egyfajta jóvátétel is lehetséges, és még akár a jogorvoslattól való lemondás is bizonyos országokban, és a hatósággal való közreműködés, stb. A hatóság oldaláról pedig egyrészt egy sokkal gyorsabb eljárás, egy sokkal enyhébb, sokszor sokkal enyhébb szankció, egy bizalmi hozzáállás, ami nagyon fontos kérdés lehet. Sok esetben a korábban igen keménykező ügyész, amint fölmerül ez a vádalkú kérdése, a tárgyalási lemondás kérdése, hirtelen nagyon kedves lesz, hiszen ő is végig gondolja azt, hogy 27 tárgyalás helyett egy nyilvános üléssel megúszhatja ezt az ügyet, és biztos, hogy sikeres, tehát beírhatja magának a statisztikai lapra, hogy sikeres vádemelés, nem csökkent a váderedményesség. Tehát nyilvánvalóan emiatt aztán a hozzáállása is a hatóságnak más lesz a terhelthez. Milyen megállapodással kapcsolatos intézmények léteznek Magyarországon? Tágabb értelemben a vádalkú körében három intézményt foglalunk. Az egyik a gyanúsítottal való együttműködés, ez a legrégebbi a három közül, tehát a legkorábban bevezetett, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a terhelt felfed egy más bűncselekményt, vagy nemzetbiztonsági szempontból fontos adatokat közöl, azért cserébe, hogy őt ne vonják felelősségre. Itt tulajdonképpen a terhelt felelősségre vonására nem is kerül sor, azért cserébe, hogy ő súlyosabb bűncselekményre, vagy egyébként más vonatkozó adatokat, vagy más nemzetbiztonsági adatokat közöl a hatósággal. A második eset a tárgyalásról lemondás, amit vádalkuként hívhatunk, amikor is tulajdonképpen a beismerésért cserébe enyhébb büntetési tételkeretek között állapodnak meg egy bizonyos mértékű szankcióban, és hogyha ezt a bíróság is helyben hagyja, akkor itt befejeződik a bírósági szak. A harmadik pedig a védelmi program keretében kötött megállapodások. A védelmi program az, amit szintén az amerikai filmekből már jól ismerhetünk, amikor más személyiséget kap, úgymond, a terhelt, és más személyi adatokat. A másik tipikus megállapodási forma az a mediáció, vagy közvetítői eljárás a törvény szerint, ahol pedig a sértett és a terhelt között történik megállapodás. A polgári ügyekben is érvényesül mediáció. A vádelhalasztás során is van egy ehhez hasonló intézmény, amikor az ügyész úgy halasztja el a vádat, hogy viszont ezért cserébe még bizonyos kártérítést vagy jóvátételt kell tenni a terhetnek, illetőleg a BL-ben szabályozott közvetítői eljárás is ide tartozik, amit tulajdonképpen szűkebb értelemben mediációnak nevezhetünk. Akkor eljutottunk a vádalkúig. Hazánkban három fő fajtája van a vádalkúnak. Ezek közül a második lesz az, amivel részletesen foglalkozunk. A gyanúsítottal való együttműködést már érintettem, tehát ez az, amikor a nyomozás során megállapodnak a gyanúsítottal, hogy azért cserébe, hogy más bűncselekményre vonatkozó adatot szolgáltat, ővele szemben nem folytatják le a büntetőeljárást. Nyilvánvalóan itt össze kell mérni két érdeket. Az egyik, hogy az adott bűncselekmény üldözéséhez milyen büntetőigény húzódik emögött, a konkrét bűncselekmény üldözése mögött, illetőleg az, hogy az adott rendőri szervnek milyen az operatív helyzete, tehát hogy a terhelt által szolgáltatott információ, vagy várhatóan szolgáltatott információ valóban nagy segítséget nyújt el a nyomozóhatóságnak. És akkor végül még nem teljesen utoljára, magáról a vádalkus intézményről, a hazánkban érvényesülő vádalkus intézményről pár szót. Amint említettem,
a magyar szankciórendszer relatíve határozott, ami azt jelenti, hogy minden bűncselekménnyel kapcsolatosan a törvény meghatároz bizonyos büntetési tételkeretet, amin belül lehet mozogni. Magyarországon, hogyha vádat emel az ügyész, és később úgy látja, hogy súlyosabb bűncselekményben bűnös a terhelt, akkor megteheti azt az ügyész, hogy kiterjeszti a vádat. Amerikában nem így van. Magyarországon az az elv érvényesül, hogy a beismerés, a beismerő vallomás nem a bizonyítékok királynője, tehát beismerés esetén is általában be kell szerezni a további bizonyítékokat, míg ez Amerikában egyáltalán nem létezik ez az elv. Illetőleg a bíróság nem kötelezhető az enyhítő szakaszok alkalmazására a hazánkban, míg Amerikában igen. Vannak problémák a vádalkúval kapcsolatosan. Én az itt felsorolt három közül a legfontosabbnak a másodikat tartom, méghozzá az, hogy csak legfeljebb 8 évi szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekményeknél lehet alkalmazni. Ez ugyanis azt jelentheti, hogy bizony, nyilvánvalóan ugye ezt követik a 10 évi szabadságvesztésre fenyegetett bűncselekmények, ezek között is számos olyan van, különösen vagyonelleni bűncselekményeknél, amelyeknél indokolt lenne a vádalkú lehetővé tétele. Ennek a vádalkúnak számos előnye van, és ezek az előnyök lényegében megegyeznek azzal, amit korábban a megállapodások előnyeinél már felsoroltunk, és a hátrányai is lényegében azonosak, mint amit a megállapodásokkal kapcsolatosan említettünk. Különösen az első veszélyt hangsúlyozzák állandóan, hogy felmerül a veszély, hogy nem mindig a tényleges elkövető ismeri el a bűnösségét. Tárgyalásról lemondásnak, mert így hívja a törvény a vádalkút, 4 feltétel és 1 kizáró oka van. Az egyik feltétel az ügyészi indítvány, tehát csak ügyészi indítványára lehet, magánvádnak, pótmagánvádnak helye nincsen. A másik a már említett felső határ, hogy legfeljebb a 8 évi szabadságvesztésre fenyegetett bűncselekmények esetén van lehetőség. A harmadik, hogy a vádott lemond a tárgyalásról. A tárgyaláshoz való jog a nemzetközi egyességokmányokban és az alkotmányban is biztosított jog. Ezért nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezt az eljárást lefolytassuk, a vádott kifejezett nyilatkozata szükséges, hogy ő neki nincs szüksége tárgyalásra. És a negyedik feltétel, amit tulajdonképpen fő feltételnek szoktak mondani, hogy beismerő vallomást tesz a vádlott. Illetőleg a törvény felsorol 2 kizáró okot, bűnszervezetben való elkövetés és halált okozó bűncselekmény esetén nincs lehetőség vádalkúra. Az eljárás lényegében hasonlóan folyik akkor is, hogyha már a nyomozás során beismerő vallomást tett a terhelt, akár hogyha csak utána. A lényege az, hogy az ügyész irodájában, nem úgy, mint Amerikában, hogy akár a baseball pályán, tehát az ügyész irodájában a védelem és az ügyész jelen van. Nálunk a megállapodást az ügyész és a terhelt kötétele, nem az ügyész és a védő, és tulajdonképpen itt történik meg a tárgyalásról való lemondás, a beismerő vallomás konkretizálása. Megteheti ezt úgy is, hogyha már a nyomozás során beismerő vallomást tett, de azt is megteheti, hogy készhez kapja a vádiratot, megijed, hogy úristen, mi lesz ebből, hogyha a 74 tanút kihallgatják, meg a szakértőt meghallgatják, stb., és milyen büntetési tétellel fenyegetett, és ezért jelzi az ügyésznek, hogy jó, inkább beismerem és lemondok a tárgyalásról, hogyha jelentősen lemegy a büntetési tétel keret. Tehát erre is van lehetőség. És ilyenkor történik az ügyésznél egy meghallgatás, azért meghallgatás, mert az általában kihallgatásról beszélhetünk a terhetnél, azonban itt tulajdonképpen azzal kapcsolatosan hallgatják meg, hogy egyáltalán a vádalkús eljárás feltételei fennállnak-e, illetőleg, hogy ha ahhoz szükséges valami, akkor ezt itt az ügyész irodájában megteheti. Itt megtörténik az ügyésznél a beismert bűncselekmény leírása, tehát rögzítik a tényállást, hogy akkor mi lesz a vádban. Ennek a BTK szerinti minősítésében is megállapodnak, tehát hogy mi az a bűncselekmény, a BTK melyik szakasz, melyik bekezdése szerinti bűncselekmény az, amivel megállapodnak, és abban is megállapodnak, hogy milyen nemű mértékű tartalmú büntetést, illetve intézkedést vesznek tudomásul. Ha létrejött ez a megállapodás, akkor ezt megküldik a bíróságnak, és a bíróság egy nyilvános ülésen nem tárgyáson, nyilvános ülésen, ahol csak az ügyész és a védelem van jelen, tehát a védő és a terhelt, lényegében tisztázza a megállapodás feltételeit. Pár szóban még megemlíteném ezt a védelmi program keretében köthető megállapodást. A 2001. évi 85. törvény határozza meg a védelmi programmal kapcsolatos szabályokat. Ez az, amikor más személyi azonosságot kap az adott terhelt, és ezért cserében ő majd meg fogja tenni a megfelelő vallomást.
És nyilvánvalóan itt is megköthetik a megállapodást, hogy mi az, amit elvárnak azért cserébe tőle, hogy ővele kapcsolatosan ilyen intézkedéseket tesznek, és ezt ez a törvény határozza meg pontosan, hogy ki kezdeményezheti, hogyan történik ez a megállapodás. Ennyit szerettem volna mondani a vádalkuról általában, illetve a magyarországi intézményekről.